Jó estét, jó szurkolást kívánok, kedves nézőink, vágjunk mindjárt a közepébe. Az 1-2-3-4-5 tusa világbajnoksága jelentkezünk, 1-2-3-4-5 tevényről. Tekintsék meg képes hír összefoglalónkat. Elsőként az iskolatárfutó versenyről jelentkezünk. Kedves nézőink, az iskolatárfutó verseny rajtjáról jelentkezünk. Első versenyzőnk a révai színeiben Sánta Dervis. Most pedig úgy szemüljük kicsit, a Jámbor Vilmos 40 méteres számszínszadából jelentkezünk. A vízügyi igazgatóság szankciói és a versenyzőknek a víznyilkosságának a szanaszai miatt az idei 1-2-3-4-5-ös a világbajnokságon már a szárazúszás szerepel az eredeti nedvesúszás helyett. Már is elindult a verseny, Totó rögtön az elején érretör Hecseki, még megpróbál felzárkozni, már két karcsapás Totó előnye. Közelednek a cél felé, és Totó elsőként ér be, Hecseki még mindig ezüstérmes. Mindeketten örülnek, aztán kezet fognak egymásra, gratulálnak egymásnak, ez igazán szép pillanat. Tehát a lovaglás. Egy érdekes hír, a versenybizottság úgy döntött, hogy a versenyzők sorsolt lovakkal indulnak, ugyanis fény derült bizonyos korrupciókra. Például a japán versenyző távirányítós motoros lovat hozott. A kecsúan versenyzőt látjuk éppen. Neki fantasztikus szerencséje volt, mert a legjobb lovat húzta, az egyhatályú iklet nevű angol telivért. Rossz nyelvek szerint valami van a dolog mögött, de szerintem inkább előtte van, mégpedig egy akadály. Nézzük, hogy birkózik meg a ló. A ló megtorpant, de a kecsúan versenyző feltalálta magát, és már is száguld a következő akadály felé. Ez pedig a Kovács György vívócsarnok. Az angol és a nepáli versenyző csörtéjét láthatják. A szigorított biztonsági rendszabályok miatt a vívók még csak véletlenül sem sebesíthetik meg egymást. A sisakon is finomítottak a szigorú bírák, ugyanis tavaly előfordult olyan, hogy a vívók kinyomták egymás pattanásait. Ez már a lótér. Az ilyen balesetek sajnos mindennaposak. Az amerikai versenyző nagyon magabiztos. A révai is versenyző fantasztikus lövedékét látjuk. Az iskolatárfutás befutójánál vagyunk. És itt jön Sánta Dervis. Na, mi ez? Úgy látszik, útközben meggyőzték, hogy látogassa meg Juniort és szavazzon rá. Szervusz, Junior! A diszk 5 másodpercen belül megsemmisíti önmagát, úgyhogy gyorsan mondom. Mint arról bizonyára értesültél, városunkban elharapózott az oktatási szándék. A te feladatod, akkor is, ha nem vállalod,
hogy bármilyen módszerrel, de megakadályozza további oktatást a Révaihoz címzett oktatási intézményben. Ha neked vagy csoportod bármely tagjának bántódása esik, tárcsázza 04-et. Sok sikert! Ez volt a mi kis választási filmünk. Tetszett? Szavazz ránk! Mert ha nem, egyszer elkaplak. Ez a műsor nem jött volna létre, ha nincs Balázs Lajos, a Norikó Kft. És a 3D.